Ajtó, Farka Zsolt és Misznik Fanni a segítői. Tehát elkezdjük hivatalosan is a szánhúzást. És ha jól tudom, akkor ő Artur. Igen, és a 800 kilóval csak úgy szalad, úgy kell Tamásnak fogni. És behúzta. Nagy tapsot kérünk szépen! Segítői Medei László és Tóth Zsolt, vezére egy 6 éves magyar hidegvérű méh, és 800 kg, amivel mindenki indít, és ugye körönként 300-al emelünk. Nagyon benne van a bugiba. Gyönyörű szép ez a kanca. Tehát Drexler Gábor a hajtó és Mihály László fog neki segíteni, ők Szokolyáról érkeztek. És közben elkezdett esni az eső, de végigviszik. Tapsot kérünk szépen! Gyergyó Remetei csapat, erősebbik lova Ferenc Robert hajtásával, Ferenc Zsolt és Kisimi a két segítő. Egy lónevet majd hadd kérjek szépen. Ő a Csillag, ő egy 5 éves sodros Szanta. És elindult! Csillag meg gyerünk!
Ferenc Attila és Pál Barna segítői. Nem. Én közben elindult a fogad, egy lónevet kérnék szépen. Rigó Lenger hidegvér 3 éves csőtön, és be is ért. Köszönjük szépen, egy nagy tapsot kérnék neki. És mi magyarok nagyon leleményesek és találékonyak vagyunk, viszont én arra kérném önöket, azokat, akik kocsiba ülnek, én remélem, hogy hallanak minket, ne törjék össze egymás autóját, jó? Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! És ő itt Samantha. És ha elindul, már el is viszi, tehát Samantha a 800 kilóval csak úgy szalad. Csak sikerült, köszönjük! Akkor Bojanovon van Szlovákiában augusztus 1-én. Várják önöket szeretettel! Tehát Csomó István fogatából látjuk Szellőt, ő egy 8 éves magyar hidegvérű csődör. És felkészül Pavol Csitás. Kész, és Szellő elindult és repül is. Érkezik a versenyzőnk is. Ő a Monti, hogyha jól hallottam. Tehát Monti egy lengyel, hidegvérű, 4 éves helér lomacska, aki a mai napon a hajtója szerint az erősebb ló a fogadból. És nem kell, hogy elsietni, tartogatja még az erejét erre a napra, hiszen körönként 300 kilóval fogunk emelni. És időn belül van, be is húzza. Köszönjük szépen! Egy tapsot azért megérdemel! És elindult, és de Bielmen. És de jó neki, mondja a Gábor. Gábor amúgy is humoránál van ma. Kicsit későn ébred, de csak ide ért a versenyre. De hát hiába Vámos Mikola messze van, viszont augusztus 8-án nála lesz verseny. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. És augusztus 8-a előtt, június 20-án pedig Iklamon. A Bukonyec teamből, Ján Krenács fogatából várjuk. Hoppa! Kérelmetes óvány környetek, ez a traki. És az Engi csapatot felkészül. Kapaszkodik, de behúzza, de tapsot kérünk szépen neki. Ja.
5 éves belga hidegvérű panca. És az Engi csapatból várjuk az erősebbik lovat. És könnyedén végig szalad ő is a 800 kilóval. Köszönjük szépen, Engi Gábor, tovább láttuk, Mónit, mert nem látjuk, hogy ki jön, ki megy. Jó, a szervező maradhat. Meg a VIP is. Mindenki más legyen szíves lemenni, ha nem esik az eső. Nagyon szépen köszönjük. És közben elindult az egyik fekete mén, már pedig ő fejeget 105 csillag vár, egy 7 éves mén. Nagykátáról érkeztek, köszönjük szépen, és Tóth Tibor fogadást várjuk. Ő a Pöpi, a mai napon király néven szerepelt, úgyhogy így is fogjuk hívni. Egy igazán impozáns 5 éves Norik csődört láthatunk, akik Szlovákiából, Butáról érkeztek hozzánk a mai napra, és felkészül Szabadi Endre. De ez nem olyan fajta, amikor ez nem ennyi. És Pöpi király végighúzta. A szán tapsot köszönjük szépen! És az utolsó fogadbontásból várjuk Szabadi Endre lovát. Segítője Szabadi Levente, egy csobánkát érkezik. És elindul, és a hajtó meg csak hátulról. Hajt, és hajt, és megy, és beér, és köszönjük szépen, hogy az Endre fogadás gyorsan végigment. És ő a Rigó, ugye Endre? És a Batatanya csapatából Artur fog a sarthoz állni, csillagot is várjuk majd éppen lassan. Thank you.
Látják, hogy mennyire a pata elején támaszkodik a ló, próbál fogást találni, megkapaszkodni. Nem véletlenül vannak ezek a lovak négy lábra vasalva, plusz még egy kis vídját is szoktak ugye a sarokba betenni, hogy jobban tudjanak kapaszkodni. Hidegvérű csődör, aki az 1100 kilónak szellő.
És elindult, és
benne van, be fogadsz menni. Köszönjük szépen, nagyon szép volt, köszönjük a tapsot, ott a dicséret is. Árvai Ágoston, lova behúzta bizony az 1100 kilogrammot. És király elindul! Egyenzőben a szánkóhoz indulva, költözve, végig mentek a pályán, Tóth Tibor lova király, könnyedén végigvitte az 1100 kilogrammot. És Szabadi Endre Rigó nevű lovával az utolsó, mielőtt még újabb 300 kilót emelnénk. És elindult, és húzza, és végig fogja vinni. Könnyedén begalapozott Rigó, a célba. És ott a dicséret is jár neki, és már is rákerül a következő hordó. És hajtunk után várjuk Tinát. És Tina után pedig Rigó. Próbálok egy kicsit előre segíteni a hajtóknak, hogy minél gördülékenyebben és haladósabban menjen ez a szánhúzás. Tehát eddig három versenyzőtől búcsúztunk a szánhúzásnál. Köszönjük szépen, Tamás föltette a kezét. Tehát Tina a szán előtt. Thank you.
Hogy fogást találjon. Minden így ma ez a kérdés! Úgy látom, a mai napon nem a Barbie pacilitel a gyerekkel kedvencének járó kitüntetés, hanem Tina. Megmutatta, illetve bemutatta nekünk, most ha jól emlékszem, adó 7-8 éve, nála debütált először a röntfúzás, mint sportág. Lovak előtt nem csak egy egész napos munkanap áll. És kapaszkodik, és húzza, és nyújtja a nyakát, és belefekszik, gyerünk, húzza! Több száz kilométeres utazás, egy egész napos verseny, ügyességi fogadhajtás, rönkhúzás, számhúzás. Sok ember, inger bizony igénybe veszi a lovakat. És ennek ellenére ott állnak, és akarnak, és húznak, remeg minden izmuk. És felkészül Pavol Kitás Lovati Monti. Yeah!
és megy, és kapaszkodik, és végigviszi. Se jobb, se gyorsabban, se lassabban, egyenletesen, és ott a vége, gyönyörű szép foly. Ezt a következő fordulóban is látni fogjuk. Gratulálunk! És Debit várjuk. Libra következik 1400 kg-hoz. Libra egy 5 éves belga hidegvérű panca és Szlovákiából érkeztek. Yeah.
kapkodják a levegőt, bizony hatalmas nagy izomokkal. Kellett lefényképezni, és a rendezvény esemény oldalára feltölteni. Kérjük szépen azokat, hogy akik itt vannak, majd a tombola sorsoláshoz jöjjenek ki, és vegyék át a nyereményüket. És elindult, és végig viszi ez a bogár fekete csődör. Még egy kicsit! De lehet csak a... Nagy levegő, nagy dicséret! És Tóth Tibor, Pöppi király nevű lova következik. A Nori király. És elindult! És az idő lesz a döntő. Thank you.
Tehát most már időre megy a verseny, meg természetesen Szentikér. Én egy nagy tapsot kérnék szépen! Gyergyó Szent Miklósról érkeztek Székelyföldről hozzánk. És nagyon szépen végig versenyezték az egész napot. Vigo egy 3 éves lengyel idegvérű csődör, és húzza, és viszi, csak úgy nyúlik a szép nyaka. És felkészül ifjabb Szabadi Endre. És megtaláltam, nem véletlenül húzták ki ebbe a szár, ugyanis nagyon jól látható, hogy a hajnap hol dolgoztak a lovak, és ahol egy kicsit több a fű volt, talán a szán is könnyebben csúszik, könnyebben megy a ló vele. Libra.
Minden versenytőnek 2 perce van. Köszönjük szépen, Endre költette a kezét. Nagy tapsot kérünk szépen Debinek. Igen, ott se éleszek, és
amit mondtam, csak hallgat, jegyzem, hogy a mégisben 460-at kell húzni, tehát igencsak fölötte járunk már az elit minősítésnek. Egy dicséret, egy kis simogatás, pihenő. Ugye kapaszkodna a ló is a fűre, hiszen ott könnyebben csúszik a szám, de az már nem a pálya része. Ilyenkor a segítő vissza. Át a törpe malackáig volt itt minden a mai napon. Töki egy 5 éves Norik csődör, Szlovákiából érkezett. Versenybírókárgó szemmel figyelnek, hol a pályát, hol az órát. Köszönjük szépen! Majd napsot kérünk!
A hatodik helye a holtverseny alakult ki 24-24 ponttal Árvai Ágosta és Engi Gábor fogata lett. Hatodik mind a kettő azonos pontszámmal. Árvai Ágoston és Engi Gábor fogata mai napon összetettben hatodik helyen végzett. Jár az emlékögre, jár a Rosetta a kacsi mai napon 29 ponttal. Kértek olyan
Addig van egy bankőrbe?